nekem a dolgom az, hogy minden egyes alkalommal én ellenzékből politizáljak, ha politizálok. Tehát, hogy szerintem egy előadó az nem engedheti meg magának azt, hogy valaki mellé odaálljon. Mindig arra kell felhívni a figyelmet, hogy mi a nem jó, vagy mi az, ami rosszul megy is. Persze meg kell dicsérni néha embereket, de most erre kevés lehetőség van. Nagyjából azt érzem egyébként, hogy ez egy ilyen klasszikus értelembe vett rap-rock házasság. Ilyet már egyébként azért hallottunk a pop történelemben valaha. Szerintem ezek a műfajok alapvetően arról szólnak, hogy kritikusak mind a kettő. Vagy arról kéne, hogy szóljon, de szerintem nagyon régóta már nem szól erről. Úgyhogy nagyon tetszett az, hogy Peti itt ezzel a dallal kb. Visszakanyarodik a gyökerekhez, és azonnal láttam lángolni a várost, és a molotov koktélokat repkedni a levegőbe, amiről szól egyébként ez a két műfaj.